A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban bemutatunk Önöknek néhány szökőéves szülinapost, aztán beszélgetünk a Nem csak a 20 éveseké a Világ Nyugdíjas Klub programjairól, de beszámolunk egy idősbarát találkozóról is. Tartsanak velünk! Utoljára 2020-ban, majd idén ünnepelhettek eredeti születésnapjukon, a szökőévben születettek. Következő összeállításunkban ilyen szülinaposok mesélnek. Az egyre pontosabb megfigyelések rámutattak, hogy az érték nem pontos. Valamivel több mint 365 nap alatt állnak vissza a csillagok pontosan ugyanabba a pozícióba, mint egy évvel korábban. Az eltérés csupán néhány óra, tehát körülbelül 365 napról és még 6 óráról van szó. Vannak, akik csak 4 évente ünneplik születésnapjukat, mégis ugyanúgy idősödnek, mint bárki más. Ők azok, akik február 29-én születtek. De vajon valóban ez a szökőnap? A válasz nem. Akkor mit is jelent a szökőév, miért fontos és hogyan számoljuk és pontosan mi köze ennek a csillagászathoz? A fehérváriakat kérdeztük ezekről. Valami csúszik ott, és valami akkor... Július Cézár találta fel, vagy ki, vagy döntötte el ezt. Nem ő lehet, hogy valami kukus ember. Csak azért tudjuk, mert mi már régen tanultuk, és az unokánk, mivel hogy most tanulja. Ugye, hogy a Föld a nap körül nem teljesen 365 napot tesz meg, hanem még egy negyedet, és a szökőévben ez így teljeset kiad. Ezért van 4 évente szökőév. És itt hallottam, hogy még Julius Cézárt is mondtak, hogy azért nem volt ez teljesen helyes az a naptár, mert hogy Julius Cézár ezt nem vette számításba, ugye akkor még nem volt ez teljesen tisztában, és a Gergely naptárban ezt már tudták. 4 évente van, és más még nem hallottam erről. Ilyenkor egy nappal egyébként többet is dolgozunk, többet tanulunk. Hát igen, de... Most az az egy nap ide vagy oda, az nem számít annyit szerintem. Csak 4 évente egyszer van februárban 29 napos hónap, és a többi 30. Igen. 31. Meg 31. A teljes igazság az, hogy az évszakok, illetve a csillagászati jelenségek, események nem egész számú napok szerint ismétlődnek. Emiatt a naptár, amely ugyanannyi napot tartalmaz, mindig egy kissé elcsúszik az ismétlődő csillagászati eseményekhez képest, ennek kiküszöbölése miatt vezették be a szökőévet, és jogosan jutott riportalanyunk eszébe az alábbi gondolatmenet. Nem nagyon szoktam figyelni a naptárat meg ilyenek, de az érdekes szokott lenni néha, hogyha belegondolok egy-két emberet, hogy pont a szökőévbe szokott születni, ugye, és így nem tudom, hogy hogyan szokták számolni azt, hogy hány éves. Kicsit belegondolni azért néha vicces. Markovics Tűzkő Boglárka kisfia, Markovics Áron, most 8 éves, ő is 29-én ünnepel hivatalosan, de az édesanyja elmondta, minden évben megtartják a születésnapját, de az az év még különlegesebb a számukra. Mindig nagy örömmel várjuk ezt a nagyon érdekes napot. Az előző szülinapján, ami igazi szülinap volt, az azért volt nagyon érdekes, mert pont szombatra esett, úgyhogy már jó előre játszóházat foglaltam. Most viszont már igazából hetek óta ünneplünk, és várjuk nagyon a 29-ét, a csütörtöki napot, ahol az iskolában is megünneplik, és majd a barátokkal is ünnepeljük őt. Az édesanyja elárulta, különleges története is van ennek a napnak. Azt hiszem, különlegesnek tartja. Én magam egyébként azért is nagyon különlegesnek tartom, mert nekem már az anyukám engem 29-ére várt, de hála Istennek abban az évben nem volt szökőnap, anyukámat ez nagyon megijesztette. Én 19-ei lettem, és nagyon érdekes, hogy ő viszont sikerült 29-ére születnie. Kis Éva ikreknek adott életet ezen a napon pontosan 12 évvel ezelőtt. Rabovszki Dóra különlegesnek érzi, hogy február utolsó napján született, még ha csak 4 évente is van a hivatalos születésnapja. Minden évben megtartjuk, mindig 28-án, február 28-án, és így minden évben ugyanolyan, mint hogyha 28-án lenne a szülinapom, csak 4 évente ugye 29-én.
Korecz Tibor 18. életévét ünnepelte volna, persze csak ha 4 évente tartaná születésnapját, de természetesen minden esztendőben felköszöntik barátai, családtagjai. Minden évben, pontosabban amikor születésnap van, akkor azért csak megköszöntenek. Hát amikor 4 év van, akkor annyiból előnyös, hogy akkor jobban. Tehát ez egy pozitívum. Korecz Tibor elmesélte legemlékezetesebb születésnapját is. A legérdekesebb akkor volt, amikor az 5. úgy így mondjam, születésnapom volt, mert kosárlabdáztam, és a csapatnál volt egy olyan szokás, hogy amikor először NB1-be játszott az ember, akkor avatták. Az azt jelenti, hogy le kellett hajolni, és akkor mindenki rácsapott a fenekére ezekkel a jó kis tenyeres talpas legények. És ez pont az a születésnapomra esett. Jöttünk vissza egy MNK meccsről, a Csóri Csukával megálltunk, megköszöntöttek, egy pohár sör volt mindenkinek, de én nem szedtem a sört. Megittam a felét, odaadtam a szomszédnak. A csapatkapitány észrevette, és azt mondta, hogy milyen NB1-es kosárlabdázó az, aki még a születésnapján se tud meginni egy pohár sört, elvertek megint. Ez volt a legemlékezetes születésnapom. Naptári napok ide vagy oda, egy biztos, mindannyian ugyanúgy idősödünk. Ám az úgynevezett szökőnap nem a toldaléknap február 29-e, mint arra többnyire gondolnak, hanem február 24-e. Ez naptártörténeti okokra vezethető vissza, mely szerint szökőjében a február hónap egy toldaléknapot kap. Számos programmal készül idén is a Nem csak a 20 évesek él világnyugdíjas klub. Hogy mi mindennel várják a tagokat idén, arról Bognár Mária mesél a következő percekben. Számos színes program várja idén is a nyugdíjasokat Felsővárosban. Vendége most a stúdióban Bognár Mária, a Nem csak a 20 évesek él világnyugdíjas klub elnöke. Szeretettel köszöntelek. Köszönöm szépen, és nagy szeretettel köszöntöm én is a nézőket. És téged is. Akkor kezdjük azzal, hogy évről évre számos programmal készültök a nyugdíjasoknak. Milyen céllal szerveztétek meg ezt annó, vagy akár most? Mi a legfőbb cél? Igen, hát mindig el szoktam mondani, ha én ezt előről kezdeném, ugye 25 évvel ezelőttről, akkor nem érnénk véget ennek a kis műsornak. De hát az a helyzet, hogy hát én hát nagyon megszoktam ezt, és az életem erről szólt, már így kezdődött, és próbáltam most, miután én is nyugdíjas lettem, hát áttenni azt a népművelői munkát a nyugdíjasok felé, a nyugdíjasok részére egy kicsit felhasználni, és én azt hiszem, hogy ez jól sikerült, és szeretik is a nyugdíjasok, és én próbálom úgy, ahogy hát ez meg van írva, megalakultunk, megvan a jegyzőkönyvünk, minden annak rendje módja szerint, és próbálunk úgy dolgozni, úgy csinálni a kis klubunkat, ahogy azt kell, és hát ha valakit részletesen, nem hogy valakit, hanem a klubtagságot mindig ezt értesítem a részletekről, illetve kapnak részletes programot minden évben, rögtön az év elején, és persze tartunk egy kis nyári szünetet, és akkor szeptemberben újra kezdünk. De ha ezt részletesebben mondjam el esetleg, hogy hogyan áll lesz fel, mert ugye ha januárban kezdünk, ott általában az előző évet egy szilveszteri bulival szoktuk zárni. Most ugyanez nem volt, mert nem volt rá lehetőség, de általában így van. Ha nem, akkor pedig kezdünk egy új évet, új évi kocintással, és akkor figyeljük, ugye, hogy jönnek az ünnepek, kezdjük a Szent Sebestyén nappal, utána jön ugye nem sokára a nőnap. Most például nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, elnézést kérek, de akkor már megragadom az alkalmat, és most 8-án lesz majd ugye a nőnap, és egy nagyon szép bállal készülünk, ahol a rendezvényünket nagy szeretettel várjuk, Kozári Ferenc művész urat, aki meg fogja nyitni egy szép szerelmes verssel. Azt hiszem, ez majd jól esik minden hölgynek. Ugye utána jön a húsvét,
Na, és van még egy újságom, hogy szeretnénk megkezdeni, illetve feleleveníteni a Zsup Tiprónak az életét. Tehát annak a háznak, ahol most ugye mi vagyunk, és ahol éljük az életünket két hetente, és szeretnénk visszamenni a hagyományokhoz, hogy régen hogy jártak a fiatalok, ebből szeretnénk egy kis ízelítőt adni majd, és ebből egy sorozatot csinálni. Úgyhogy ehhez megkaptuk már az engedélyt, és hát úgy érzem, hogy ez menni fog. Nem beszélve arról, hogy nem feledkezünk meg az előadásokról sem. Most következik majd a jog hullámhosszán, aztán az egészségügy hullámhosszán. Ide is várjuk az előadóinkat, és ez is nagy teret kapott, mikor először itt voltak, és újra kérik, hogy legyen ez a, hát ilyen előadás is, ne csak mindig táncika. És akkor jön a húsvét, azt családi ünnepnek szántam, jön a pünköst, akkor választunk pünköst királyt, pünköst királynőt, és ezt is nagyon várják, már készülnek rá, és hát ugye majd a tavaszt az Anna Bállal fogjuk zárni, és amit most kihagytam, hogy volt egy nagyszerű disznótorosunk is februárban, ahol azt hiszem kim voltatok, és le is hozta a tévé, micsoda szép hurkák, kolbászok voltak, és nagyon nagy örömmel fogadták a klubtársaim, és nagyon jól sikerült a rendezvényünk. Egy kicsit akkor térjünk vissza erre, mondtad, hogy a jog hullámhosszán, meg az egészségügy hullámhosszán. Ezekről az eseményeitekről mesélj nekem egy kicsit, hogy ezt hogyan kell elképzelni, mi az, ami történik ott ilyenkor. Az a helyzet, hogy ugye mi nyugdíjasok vagyunk már, ha el kell menni egy jogi tanácsadásra, azért annak van egy kis anyag is, meg egyéb ugye, vonzata, és én azért próbáltam ezt így megoldani, hála Isten van olyan ismerősöm, Budapestről jön, dr. Csertán Balázs, ügyvéd úr, és ő majd el fogja mondani, ha valakinek van valami kérdése, nyugodtan lehet hozzá fordulni, és ő el fogja mondani a problémákat, segítséget fog nyújtani. Tehát ez lesz a jog hullámhosszán. Aztán lesz az egészség hullámhosszán, ahol dr. Zahár főorvos úr, aki a mozgásszervi betegségeknek a fő-fő orvosa, úgyhogy ő fogja megtartani a másik már másodszor tartó is előadást, és ugye nagyon sok idős nyugdíjasunknak, nem csak nyugdíjasnak, ugye most már problémásak a mozgásszervi dolgok előjönnek, a korral egyszerűen vele élünk, és nagyon jó az, ha kapunk valami kis tanácsot, ha nem is azonnal, vagy kezelésre besorol, vagy valami. Szóval tehát meg lehet velem beszélni bármit. Nagyon kellenek ezek az előadások. Most már második alkalommal csináljuk ezt, de lehet, hogy majd még egy másik, harmadik témára is kitérünk. Ez még folyamatban van. Úgyhogy ez is megvolt, ugye utána ott hagyjuk abba, hogy ugye jön majd a húsvét, és jön a pünköst, és valószínű, nem is a pünkösdel zárjuk a tavaszt, de viszont az első fél évet az Anna Bállal zárjuk. Hát ez aztán ugye megint nekünk nagyon-nagyon jól, hogy nem is tudom kifejezni, hogy ez mit jelent nekünk, mert az az igazság, hogy egyedül csináljuk a városban. Most már 20. éve lesz, és a 20. Anna Bált fogjuk ülni, illetve táncolni majd most. Igen, mesélj erről egy picit, hogy mégis ez az Anna Bál, ez hogyan zajlik nálatok? Hát igen, képzeld el, hogy még megkerestek a füredi Anna Bál szervezői is, hogy mi hogy csináljuk. És itt fogok most egy újdonságot mondani, amit én is nehezen hiszek el, tényleg, mert nem csak 1825-ig nyúlik vissza, honnét mi számoljuk, mert most a füredi az olyan 110, nem tudom, hányadik lesz, de a miénk az a fontos. És ez visszanyúlik állítólag az Anna Bál már a római korába, tehát nem csak Füreden kezdődött, és aranyalmát kaptak, illetve az első helyezett aranyalmát kapott.
Hát mondtam, hogy én ezt most nem tudom megoldani, viszont ha néztük a tévében, talán többen is mindenki megnézi, hogy ki lett a füredi első Anna Bál Szépe, ott én koronát láttam a hölgyek fején. Tehát mi is koronát adunk, annak megfelelő szép strassz koronát kap mind a három helyezett, és ezt mindig különböző formában szoktuk megoldani, de mégis mindig szül egy kis vitát, ugye, hogy miért én, miért ő, miért, ugye ez egy ilyen emberi szokás, és most valami nagyon különöset kell a 20-ra kitalálni, ami már úgy körülbelül az agyamban van, hogy milyen formában kell megoldani azt, hogy igazságos legyen, és ne legyen reklamáció. Mert azért most már a 20. éve mindig én kapom azért a legnagyobb retorziót, mert hát nyilván, hogy én szervezem, hogy talán az én kezemben van, de soha nem szoktam beleszólni. Hát olyan embereket hívtunk meg, hogy képviselők, hát azok nem fognak csalni, és több pontot adni valamelyikének is nem. Szóval ez szépen ment, és nagyon örülnek. Ugye az első három helyezettet meg szoktuk választani, ugyanúgy kapnak szallagot felirattal, és akkor egy kis ajándékot. Még annyit árulj el, hogy ugye mondtad, hogy húsvétkori is színes programokkal készültök, hogy pontosan most mivel fogtok majd készülni? Az az igazság, hogy most ebben az évben, mivel ilyen nagyon sok táncos rendezvény is volt, még az előzőekben is, már így nyitottunk is, most azt mondtam, hogy ez legyen egy picit családi ünnep, ez a húsvét. Úgyhogy meg fogunk emlékezni róla, húsvét után locsoló csütörtökünk lesz. Úgyhogy az lesz a következő klubnapunk, és ott megemlékezünk a húsvétről, locsolás, minden meg fog történni, de most nem lesz tánc, mivel most bejött ugye a zsuptipró is, meg egyéb, mert az is ugye tánccal fog ugye majd befejeződni, meg hát nem tudom, hogy meddig tudunk majd hát eljutni ezzel a zsuptipróval, mert mi sorozatot kértünk, eddig megkaptuk a főnökségtől, hogy megvan rá a fedezet, tehát lehet majd készülődni, és akkor jöhetnek a zsuptiprót feleleveníteni a régi fiatalok. Úgyhogy, és hát visszatérve az Anna Bálra, az Anna Bállal fogjuk zárni az évet, bocsánat, a fél évet, és akkor szeptemberbe kezdjük a második fél évet. Ez akkor az első fél év lefut, és azt már készítem nagyjából, már úgy összeállt a kép, hogy mi lesz. Ilyenkor szoktunk egy nagyobb kirándulást bevetni, amit hát külön busszal, hát tavaly a Káli medencében voltunk, nagyon érdekes volt, nagyon jó volt, tényleg nagy élmény volt, úgyhogy hát volt lovaglás, minden, úgyhogy nagyon jó volt. És akkor tavaly előtt ünnepeltük a 25 éves évfordulónkat, mert itt egy kicsit csúszás volt egy év a Covid miatt, ugye nem, akkor azt nem lehetett beszámolni, úgyhogy és ilyen megyünk sorba szintén, jön a nagy szüreti mulatság ősszel. Nagyon szép szüreti bálunk volt Bíróné, Bíró úr, volt legény társaság, akik lopták a szőlőt, úgyhogy be voltak öltözve, remélem az idén is sikerül, és aztán ugye jön a karácsony, akkor hát majd mi is csatlakozunk a városi rendezvényekhez azért, úgyhogy, és hát nyilván, hogy magunknak egy Mikulás, vagy hát karácsonyi évadzáró rendezvényt fogunk rendezni. Azt most is csináltunk, és akkor meg szoktuk vendégelni azokat a kedves képviselőket, akik minket támogatnak, vagy vállalkozók, azokat meg szoktuk hívni, és egy ilyen évadzáró vacsorával zárjuk akkor az évet. Érdemes igen. Lesz akkor ellátogatni idén is igen. Hozzátok. Nagyon igen. Szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk.
hogy mi minden emeli fel vagy húzza le az emberi lelket, hogyan lehet szépen megélni az időskort. Többek között erről beszélgettek az idősek baráti találkozóján. Közös énekléssel kezdődött a református gyülekezet időseinek baráti találkozója. A közösség tagjai negyedévente találkoznak, hogy beszélgessenek, megosszák az életük eddigi tapasztalatait. A rendezvény elején Léder Tamás ifjúsági segédlelkész a zenés áhítatban szentírási idézethez kapcsolódóan beszélt a közösség segítő erejéről. Vannak dolgok, amik a lelkünket lesújtják, és vannak, amik felemelnek. És igazából a mai ige az lesz, amikor Izraelnek a törzsét megtámadják az amálekiek, és amikor megtámadják őket, akkor Mózes fölemeli a karját, és amikor fölemeli a karját, akkor az amálekiekkel szemben győzelemre állnak. De ugye elfárad a karja, és Mózes leereszti a karját, akkor viszont Izrael akkor viszont vesztésre áll. És az egészben az a csodálatos, hogy oda megy a testvére Áron, és oda megy még egy másik tag, akit úgy hívnak, hogy Húr, és ők tartják továbbra is Mózesnek a kezét, és ezáltal győzhet Izraelnek a népe, és ezáltal hívják Isten segítségét. És igazából az a lényeg, hogy nem vagyunk egyedül. Nem vagyunk egyedül. Itt vagyunk egymásnak, és igazából nem az a lényege, hogy negyedévente találkozzunk, hanem a negyedéves találkozónak az a lényege, hogy a negyedévek között is tartsuk egymással a kapcsolatot. A segédlelkész hozzátette, a lényeg, hogy nem vagyunk egyedül, fontos, hogy a tagok a negyedévek között is tartsák egymással a kapcsolatot. A mostani találkozón a résztvevők átbeszélték, mi húzza le és mi emeli fel a lelküket. Farkasné Péter Erzsébet példákat hozott, hogyan próbálja a mindennapokat idősként megélni. El szeretném nekik mondani, hogy ez, ami nagyon-nagyon fontos az embernek a hozzáállása a dolgokhoz, hogy hogyan állok hozzá, hogy negatívan állok hozzá, vagy pozitívan. Mert az befolyásolja az én gondolataimat, az én teve, és a körülöttem lévő embereknek kell való viszonyomat is. És ezért főleg ezt szerettem volna elmondani, vagy szeretném majd most elmondani nekik, arra, hogy mennyire fontos egy idős embernek az, hogy a gondolatait hogyan tudja szabályozni, azt, hogy mire emlékezem. Amire én már emlékezem, az a múltam, de azt örüljön, hálaadással kell arra emlékeznem, hogy én ezt megélhettem. Itt 68 éves vagyok, és hogy mégis itt lehetek. A jövőképem nekem az, hogy a unokáim és a gyermekeim révén látom a jövőt. Én szeretném még megélni az ő életüket, és amennyire tudom, segítem az ő életüket. Isteni a templomban, amikor vasárnap itt vagyok az Isten tiszteleten, az pedig nekem egy örökkévalóságba mutató út. Tehát az is egy olyan jövőkép, ami megnyugtató az embernek. Nagyon fontos az, hogy a gondolataimat azt hogyan tudom kifejezni, hogyan tudok beszélni a környezetemmel, és hogyan olyan lesz az én személyiségem, az én beszédem, ami megnyugtató, ami emeli a családomat, segíti az ő életüket, vagy pedig olyan, hogy a napi híreket összeszedem, és elmondom, hogy milyen kilátástalan a világ, mert arról is beszélhetünk, a háborúról, a kilátalanságról. És hogy ne ez legyen, mert erre nekünk időseknek nincsen ráhatásunk, és ez végtelenül lehúzza az embernek a lelkét. Tehát olyanokkal kell foglalkozni, ami alkotás. Most is elhoztam én is olyan kis munkadarabjaimat, amit szeretnék megmutatni a többi idősnek, hogy írom a nagymama nagy naplóját, amiben az én gyerekkoromtól a kisunokámnak végigmutatom az én életemet képekkel, és lehet ezeket már könyvtárba kapni, vagy nem, könyvesboltba kapni ezeket a könyveket, és akkor csak a kitöltések, fényképekkel és az én gondolataimmal való kitöltése. Nagyon fontos a alkotás. Járok bútorfestő tanfolyamra. Az, hogy az ember, ha az én életem egészséges tud lenni lelkileg, akkor
akkor az jó hatással lesz, a jó mintát fogunk tudni mutatni a családunknak, a unokáinknak, gyermekeinknek. Mert nagyon-nagyon sok mindent megtanulunk az életben, de az, hogy hogyan kell megöregedni, azt nem. Azt most megélem, most élem meg. És hát nem könnyű. Nem könnyű az embernek az, hogy a testi problémáknak az előjövetelével, a betegségek megjelenésével hogyan tudunk mégis jót kisugározni, hogy a mi társaságunkban a fiatalok is jól érezzék magukat. Erzsébet hozzátette, fontos az ember hozzáállása, hogy negatívan vagy pozitívan állunk hozzá a dolgokhoz. Fontos az alkotás, esetleg napló írása, képeket beleragasztani, a gondolatokat pedig papírra vetni. Ez volt már az Együtt magazin. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Szép estét kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.